Nagyon szuper oktatóim voltak, a mai napig azt gondolom, hogy az alapokat azért ők tömték a fejembe, és nekik köszönhetem azt, hogy idáig sikerült eljutnom. Méhész Alexandra, körömtábor elitmester. Első helyezett leoldható zselé kategóriában, második tipboxban és harmadik épített porcelán kategóriában Londonban 2013-ban, a Nélimpixen. Négyszeres aranyérmes Manchesterben. Bár a tanulmányaimat abszolút nem ilyen irányba kezdtem el folytatni gimnázium után, mert biológusnak készültem. Jelentkeztem ugye iskolába, és hát a Krisztánnél ezt választottam már akkor is, hiszen az ő anyagaikat kezdtem el használni már rögtön az első ilyen bevásárlás alkalmával. Az egyik gyakorlati órán az oktatóink megkértek bennünket, hogy építsünk egy kézre egy porcelán és egy zselés körmöt is, amire eddig még nem volt példa, nem is értettük, hogy miért történt. Aztán később fény derült rá, ugyanis akkor rendezték meg a MOSZI-nak az első tanuló versenyét, és az oktatóink erre kerestek versenyzőket. És a legnagyobb meglepetésemre engem is alkalmasnak találtak arra, hogy elinduljak, úgyhogy egy hatalmas versenytréninget vette kezdetét. Minden nap több szettet is megépítettünk, gyakoroltunk, Almási Henny és Kóbori Juca nagyon lelkesen készítettek fel minket, és 2-3 hét alatt sikerült is a versenykörmöt betréningeznünk, úgyhogy márciusban elindultunk a tanulóversenyen. Akármennyire is nem hittem akkor magamba, mégis egy első helyezést elértem. Ezzel kezdett el így tudatosulni bennem azt, hogy valószínűleg tényleg értek ahhoz, amit csinálok, van helyem a szakmában, de azzal is tisztában voltam ugyanakkor, hogy ahhoz, hogy itt tényleg legyen helyem, ahhoz még rengeteget kell tanulni. 2010-ben is voltam körömtáborban, csúcs volt az az egy hét, mert amellett, hogy rengeteget tanultunk, mindenféle technikát elsajátítottunk, az összes díszítést érintettük, emellett kikapcsolódásnak is szuper volt, mert rengeteg játékos feladat volt, csapatverseny indult, olyan dolgokat csináltunk, mint régen a táborban. Igazából nem tudom megmondani, mennyi továbbképzésen voltam, nagyon sokan, a falam az betelt, de mégis úgy éreztem, hogy szeretnék majd visszamenni a körömtáborba, mert azt gondolom, hogy az az, ami tényleg a továbbképzéseknek a csúcsa, és idén újra volt erre lehetőségem, úgyhogy megint sikerült elmennem. Az egy akkora dobást ad a tábor, hogy így teljesen megjön ez a munkakedve az embernek, így mindent tudni akar egyszerre. Tulajdonképpen az, hogy a körömtáborban részt vettem, és ott tényleg este 10-ig, 11-ig nyúltak a gyakorlásaim, ott érzem azt, hogy készültem igazán fel az olimpiára. Nem elég tehetséges pilótának lenni, a győzelemhez egy jó csapat és egy jó autó is kell.